Ciao! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a novemberi összegzésem lesz. Igen, ami igazából 2020-ban az utolsó összegzés, mert ugye a decemberi az majd csak januárban lesz. És igen, 4 könyvet olvastam ki most novemberben. Elég hektikus hónap volt, ugye először kitelepítettek minket az egyetemről meg a koliból, utána beteg voltam, és nem nagyon olvastam. Amit olvastam, az rövid volt, a 4-ből 2. Úgyhogy csapjunk is bele ebbe az összegzésbe. Az első könyv, amit befejeztem a hónapban, az egy szomorú befejezés volt. Ez ugyanis a Trials of Apollo sorozatnak az utolsó 5. része, a The Tower of Nero volt. És igazából ez a könyv nem csak a Trials of Apollo-t zárta le, hanem ezt az egész Rick Riordan korszakot, legalábbis Rick Riordan írt ki egy olyan posztot Instagramra, hogy ez lesz az utolsó ilyen nagy sorozata, tehát ez volt, és hogy neki már ilyen nagy sorozata elvileg nem lesz, nem tervez ilyet, nem fog írni, max ilyen egyedülálló köteteket, ilyen spin-off köteteket, tehát nem lesz több Percy Jackson könyv, nem lesz több ilyen éveken át gyűjtögethető Rick Riordan könyv, amit én most már csináltam 7 éve, tehát igazából az elmúlt 7 évemnek a Rick Riordan fogyasztása ezzel befejeződött, ami nagyon-nagyon elszomorít, mert egy nagyon meghatározó író volt az én életemben, vagy hát az is Rick Riordan, és hát minden könyvét is imádtam és szeretek, és ez az egész. Főleg azért, mert hogy emiatt kezdtem el olvasni, tehát a Percy Jackson sorozat volt, ami miatt elkezdtem az egész könyvmondsági dolgot, úgyhogy ez az egész most befejeződött. Ami miatt rettenet szomorú volt, amikor ezt a könyvet befejeztem, ráadásul pont a kollégiumban, ami ilyen dupla szomorúsági faktor, tehát még amiatt is szomorú voltam, hogy a koliba vagyok, és befejeződött a kedvenc írómtól származó könyvek így örökre. Ez nem volt értelmes mondat, de engedjük el. Hát most a sztoriról sokat nem mondok így, mert ugye ez egy befejező rész. Én kicsit azt érzem, hogy csalódott vagyok, tehát hogy amúgy azt hiszem 5 csillagot adtam, tehát nem szoktam alacsonyabbra értékelni Rick Riordant, amúgy sem. Szerintem leginkább szentimentális okokból, mert egyébként imádom a stílusát és mindent imádok, amit csinál. De ezzel a könyvvel annyi volt a problémám, hogy ugye ez így az utolsó könyv, és valahogy nagyobb, epikusabb lezárást vártam, tehát elolvastam és jó volt, de mégis hiányérzetem van a végével kapcsolatban. És ugyanez a hiányérzetem egyébként az Olympus vérénél is megvolt már, mert az is ugye az Olympus hőseit, ahogy lezárta, valami hiányzott. Az előző 4 kötetet imádtam, és az Olympus véreiből valami hiányzott. Na most ez lehet Percy volt számomra, mert ebben a könyvben egyébként amiatt rettenetesen mérges vagyok, tehát egy Percy és Annabeth konkrétan az utolsó fejezetben volt csak benne, szinte csak említi szinten, hogy akkor ők ott találkoztak, és így ilyen tényleg, és emiatt csalódott vagyok rettenetesen. Nikóból se volt nekem elég a könyvben, tehát egy Nikós spin-off könyvet azért szeretnék még rendelni Rick Riordantól. Igen, tehát nem ennél se ennél a befejező sorozat kötetnél, se az Olympus vérénél nem éreztem azt, amit az utolsó Olympusinál, ami ugye a Percy Jackson utolsó része, hogy le van zárva a sztori. És ez lehet azért van, mert már rengeteg szálon futott, és nagyon sok szereplő van, nagyon sok történet, és ugye megpróbálta így az egészet bemutatni, mindegyiket lerendezni, mutatni, hogy akkor mindenkinek az életében igazából nyílt egy új fejezet, és ez kb. Hogyan megy tovább. De nekem ez nem volt elég ennyi év után, úgyhogy kicsit csalódott vagyok, és kicsit keserű az érzés, hogy vége van, de ez ilyen keserédes volt ez a könyv számomra ebből a szempontból, mert egy nagyon hosszú utazásnak lett vége. És ezzel elment a felvétel időm fel. A következő könyv egy recenziós könyv volt, amit az írótól kaptam, még pedig Sárkazi Zsolttól, tök jó, hogy nem tudok beszélni. Ez az Egy cseppnyi élet első kötete, a Ki vagyok, ezt tök jól nem tudtam tagolni.
És nagyon szépen köszönöm ezt a könyvet. Ez egy ilyen irtózatosan kis rövidke, csak 60 oldal, nagybetűkkel írott, igazából már gyerekeknek szóló is. Kicsit ilyen filozófikus, ezt a kis egy cseppet, bizonyos egy cseppet követjük a történetben, attól, hogy ő így létrejön, és akkor így a létezés filozófiáját így felfedezi, meg ilyen, az egész ilyen filozófikus, tehát ilyen gyerekeknek is emészhető köntösbe bújtatott filozófikus történet körülbelül ez a könyv, de mivel nagyon rövid, ezért nem tudok róla nagyon mit mondani, de egyébként tetszett, pedig nem vagyok nagy ilyen filozófia iránt rajongó ember, de ez úgy jó volt, és nekem is emészthető volt, mert ilyen nagyon filozofikus, nagyon nagy filozofálásokba nem ment bele a könyv. És nagyon szép a dizájnja. A harmadik könyv, amit befejeztem a hónapban, az Catherine Arden-től volt, a Medve és a Csalogány második része, a Lány a toronyban, talán az a magyar címe, én ezt angolul hallgattam hangos könyvben, Emmával készítettünk is már egy hangos könyves videót, ami nemrég ment ki, azt sose tudom melyik oldalra, talán erre fogom belinkelni, de az is lehet, hogy erre, majd a gépen meglátom, hogy megy a tükröződés, meg minden. Erre is 4 csillagot adtam szerintem, mint a Medve és Csalogányra, ugye ez folytatta azt a sztorit, csak itt már Moszkvába megyünk, meg történnek más dolgok, meg elkezdünk shippelni embereket. Mindegy, szóval jó volt, úgyhogy már egyébként olvasom is bőszen a harmadik részt, és közben valaki érkezett, szerintem Emma lesz. Igen, szóval haladok vele, és eddig nagyon tetszik ez a sorozat. Ez a sorozat. Tévedtem, baba jött. Másik, mármint a másik nővér és egy baba. Az utolsó könyv, amit befejeztem a hónapban, szintén egy elég rövidke könyv volt, mégpedig a Meseország mindenki, ami ugye az elmúlt időszakban elég nagy port kavart, ez egy BookTube könyvklub havi könyv volt, mivel a novemberi témánk a magyar szerzők volt, és ebben 17 magyar szerző műve szerepel. Erről most nem fogok sokat beszélni, igazából van róla egy élő kibeszélünk Kaméla csatornáján, amit valamelyik sorokban szintén fel fogok linkelni, meg a leírásba is, és ott kibeszéltük igazából a véleményünket, alapvetően nem volt egy ilyen agyam eldobom fantasztikus könyv, de viszonylag tetszett. És akkor részletesebben tényleg ott van a kibeszélünk, egy órán át tárgyaltuk a könyvvel kapcsolatos véleményünket. Hát akkor ez a 4 könyv volt, amit én ebben a hónapban kiolvastam. És talán remélhetőleg a decemberben már több lesz, mert eleve 2 könyvem már folyamatban van. Igen, abból az egyik a Beautiful Creatures, amit nem fogok szerintem mostanában még befejezni. Na mindegy, úgyhogy kommentben szokásos módon hagyjátok lent, hogy nektek miket sikerült befejezni novemberben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!